A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár minden évben megemlékezik névadója születési évfordulójáról. Nem történt ez másként idén sem. A könyvtártudósra ezúttal Vida Lajos helytörténész emlékezett. Idén a Bocskai Rendezvényközpontban emlékeztek meg Kovács Mátéról. Berényiné Szila Ilona köszöntő szavai után Vida Lajos helytörténész vázolta a könyvtártudós életét és érdemeit. Rávilágított, hogy Kovács Máté méltó helyet foglal el Hajdúszoboszló nagyjai között. Kovács Máté ugye a 20. században élt. Ez mindjárt egyféle elhelyezési szempontot is jelent. Én úgy gondolom, hogy Hajdúszoboszló nagyobb tudósai között Kenézi, például a Kenézi kórházigazgató, Kenézi Gyula, vagy bizonyos szempontból Gönczi Pál is államtitkár volt az 5-ös kormányban a kiegyezés után, ugye 1867 után. Tehát pontosan azt a szerepet testesítette meg, amit Kovács Máté majdnem egy év, hát egy fél évszázaddal később, vagy egy fél évszázaddal valamivel később. Talán kettőjük között csak az a különbség, hogy Gönczi Pál nem politikai államtitkár volt, mint ahogy ez Kovács Máté, ő politikai államtitkár volt. Kovács Máté egy hajdúszoboszlói gazda 5. gyermekeként született 1906. november 11-én. 8 évesen félárva lett, édesapja hősi halált halt az első világháborúban, így édesanyja egyedül nevelte fel a gyermekeket. Az elemi iskolát helyben végezte, majd érettségit és egyetemi oklevelet szerzett Debrecenben. Egyetemi évei után tanárként dolgozott, majd államtitkár és országgyűlési képviselő lett. Munkássága során elősegítette a helyi gimnázium és művelődési ház létesítését. Legnagyobb érdeme talán az, hogy Magyarországon egy olyan könyvtári rendszert alakított ki, és ezt a könyvtári rendszert olyan elmélettel és tudásalappal töltötte meg, amelyre talán még a ránk következő században is építkezni lehet. Talán ez a elméleti munkásságában. A másik érdeme, egy kicsit hazabeszélve, hadd mondjam, hogy az, hogy Hajdúszoboszlón azzal, hogy művelődési ház lett, az, hogy középiskolai kollégium lett, az, hogy gimnázium lett, hiszen abban a korszakban, itt a környékünkön csak Böszörményben, és Karcagban volt középiskola, de Szoboszlón nem. Ezzel nagyot változtatott magán a városon is, a város jelentőségén, meg a város szerepét is megerősítette. Ez többek között azhoz is hozzájárult, hogy járási székhely lett Hajdúszoboszló. Kovács Máté nevéhez fűződik az egyetemi könyvtáros képzés szervezeti és tanulmányi rendjének létrehozása. Hazai és külföldi folyóiratokban is jelentek meg cikkei és tanulmányai. A november 14-i emlékesten ezekbe is bepillanthattak a jelenlévők. A könyvtártudós 1972-ben Budapesten halt meg váratlanul, 66 évesen. Nevét ma Hajdúszoboszlón a művelődési ház és könyvtár, valamint egy utca viseli. Oh.